Köszönjük, Uram, a segítségedet. Szükségünk van rád, Uram. Szükségünk van rád. És köszönjük, hogy velünk vagy, hogy segítesz, hogy sok bajunk van, de mindegyikből kimentesz bennünket. Hálás a szívünk ezért neked, drága Úr Jézus. Áldott légy, Uram, a Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Ölelgessétek meg a szomszédaitokat. Isten hozott benneteket. Szia, szomszéd. Halleluja. Köszöntünk mindenkit. Örülünk, hogy itt vagytok. Halleluja. Köszönjük a dicséretet. Áldott legyen az Úr. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Isten jó. Hiszem azt, hogy az Úr nagyszerű dolgokat készített a mai napra, és hogy a szíveink kész vannak arra, hogy befogadjuk. Amen. Úgyhogy tegyük fel a Bibliánkat, meg fogjuk vallani, amit megszoktunk. Emeld fel jó magasra. Ez itt az én Bibliám. Ha nincs Bibliád, emeld fel a kezedet. Tudjátok, hogy lehet egyébként kölcsönt venni. Van még Biblia, amit lehet elvenni? Egy még van. Ha valaki szeretne egy Bibliát, még van egy Biblia, nyugodtan menjetek, vegyétek el, megvárunk. És akkor meg fogjuk vallani, hogy mit is mond Isten igéje. Halleluja, halleluja. Szóval, ez itt az én Bibliám. Az vagyok, amit az ige mond rólam. Mindaz megvan nekem, amit Isten igéje mond, hogy megvan nekem. Mindazt meg tudom tenni, amit Isten igéje mond, hogy meg tudom tenni. Ma tanulni fogok Isten igéből, ezért bátran kijelentem, hogy a szívem nyitott, és az elmém befogadó, és többé nem maradok ugyanilyen, hanem elváltozom az ő ábrázatára. A Jézus nevében. Amen. Halleluja, 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 halleluja. Hogyha már úgyis itt van a kezetekben a Biblia, akkor kérlek benneteket, hogy lapozzunk el a János evangéliumára. A 10. fejezetben a 10-es versekhez. Itt a derékban lent gyógyító kenet van, köszönjük az Úrnak. A gerincbe itt lent, az alsó csigolyákban. Áldott legyen az Úr. Halleluja. Sziasztok, gyertek bátran. Tudom, hogy sokan készültök majd pénteken menni, és gyertyát gyújtani, és aki akar, elmennek a temetőbe. Tudjátok, hogy ilyenkor a tévében meg mindenhol lehet látni, hogy minden temető világít, és mindenki elmegy, és ez egy nagy megmozdulás. Biztos észrevettétek, hogy a bevásárlóközpontok már hónapokkal ezelőtt tele vannak gyertyákkal. Mindenki várja, hogy menjünk a temetőbe, és hogy égessük a gyertyákat. De nagyon jó, ha tudjuk azt, hogy miért megyünk oda, ha oda is megyünk. És nagyon jó tudni azt, hogyha esetleg valaki a családból akar menni oda, ugye ilyenkor az embereknek a szíve megnyílik egy kicsit, a gondolkodásuk megnyílik arra, hogy senki nem marad itt ezen a földön örökké. Aki megszületett, el is megy. Mostanában nagyon sokszor megakad a szemem azon az igén a példabeszédekből, hogy amint jött az ő anyja méhéből meztelenül, úgy is fog elmenni. Hányan hiszitek, hogy nem tudunk nagyon fizikai értelembe véve, nem tudunk mit elvinni erről a földről, ugyanis szellemi lények vagyunk, szellemek vagyunk, szellemi lények vagyunk, van lelkünk és van testünk, és amikor a szellemünk kiköltözik a testünkből, akkor a test az összeesik, és ez a test, amit most látunk egymáson tulajdonképpen, ez egy jármű, olyan, mint az autó, amikor benne ül a sofőr, akkor úgy tűnik, mintha mozogna, mintha élne az autó, amikor kiszáll, bezárja az ajtót, fölhúzza a kéziféket, akkor onnantól kezdve nem mozdul az autó, és onnantól kezdve élettelennek tűnik. Ugyanez van velünk is, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet a világ a testre,
De nekünk tudnunk kell azt, hogy ez csak az egyik részünk, ugyanúgy, mint ahogy az Atya Isten is hármas felépítés, hogy van az Atya, mármint hogy Isten hármas felépítés, hogy van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és ők hárman egyek, ugyanígy az ember is, hogy szellem, lélek, test, és mi hárman, így hárman vagyunk egyek. És a fizikai halálnál, mert a Biblia beszél többfajta halálról, a fizikai halálnál a testünk hal meg, a szellemünk és a lelkünk az tovább él. És ha már itt vagyunk a Bibliánál, akkor olvassuk el ezt az örömhírt, amit Jézus mondott, a János Evangélium 10. fejezet 10. verséből. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amen. Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Mindig ledöbbenek, amikor valakitől azt hallom, aki nem akarja elfogadni az Urat, hogy én azért nem akarom elfogadni az Urat, mert én még élni akarok. Hogy sokan azt hiszik, hogy ha elfogadják az Urat, akkor minden móka kiveszett az életükből, minden öröm, minden élvezet, attól búcsút inthetnek, nem ihatok, nem drogozhatok, nem mehetek diszkóba, nem pasizhatok, nem csajozhatok, és úgy mi maradt? Nem? Hogy minden élvezet, aminek úgy örülnél, az elveszik, és úgy vannak vele, hogy nem, én ezt nem akarom feladni ilyen egyből, én még szeretnék élni. És ugye azt mondja Isten igéje, hogy ez a szellemi halál, amit a Biblia így fog, vagy a fizikai halál, bocsánat, amit a Biblia mond, az ugye azt jelenti, hogy elválasztva Istentől. Amikor valaki el van szakítva, el van választva Istentől, ő a halálban van. És Jézus beszélt így élő emberekről, akik itt a fizikai földön éltek, hogy ők még a halálban vannak. És hogy ki kell jöjjenek. A János Evangélium 3. fejezetében olvassuk azt, hogy János Evangélium 3. fejezet első verstől nézzük meg, csak párat kell visszalapozni. Azt mondja itt Isten igéje, hogy volt pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket teteszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. A Biblia nagyon határozottan mondja azt, hogy valaminek történnie kell ahhoz, hogy valaki örök életet nyerjen, és ez az evangélium, hogy Jézus ezt megtette, és nekünk egy dolgunk van, hogy ezt fogadjuk el. Ha elmegyünk a Márk evangélium 16. fejezetére, az utolsó fejezet Márk evangéliumban, akkor itt olvassuk ezt a nagy küldetést. Hányan érzitek magatokénak ezt a feladatot, hogy amit itt fogunk olvasni? Páran tudjátok, hogy mi következik. Ez mindannyiunknak feladata. Azt mondta Jézus, hogy elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot, ami ugye örömhír, minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Amen. Jézus ezt mondta először az apostoloknak, aztán a többi tanítványnak, és azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az örömhírt. Mi ebbe az örömhír, hogy elkárhozunk? Nem. Igazából azt mondja, hogy két lehetőség van. Ha hiszel és megkeresztelkedsz, akkor üdvözülsz, örök életet nyersz, de ha nem hiszel, akkor elkárhozol. Innentől kezdve a döntés a mi kezünkben van. Nem tudom, hogy hányatok döbbentetek le azon, amikor megértettétek Isten igéből, hogy nem Isten dönti el, hogy hova kerülünk. Valaki ledöbbent ezen, amikor megértetted, hogy a döntést Isten a te kezedbe adta. Hogy azt mondta, hogy életet és a halált adtam előtökbe, válaszd az életed, de választani neked kell. Választani az én életemben nekem kell. És nagyon sokan úgy voltunk, hogy hát hogy dönthetném én el, ki vagyok én ahhoz, hogy eldöntsem, hogy hova fogok kerülni, már pedig a Biblia azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ki dönti el, hogy én hiszek-e? Ugye nem tudja senki helyettem eldönteni, hogy én hinni fogok, vagy nem fogok hinni. Senki nem vehet rá arra, hogy én higgyek, ha én nem akarok. És senki nem keresztelhet meg, ha én nem akarok megkeresztelkedni. Ugye tudjátok, hogy ez amikor valakit kiskorban megkeresztelnek, ez nem érvényes. Nincs jelentősége. Itt a Biblia nem azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelték, az üdvözül, hanem aki hisz és megkeresztelkedik. Ez a döntésed kell legyen, a saját szabad akaratú döntésed kell legyen, hogy
megkeresztelkedsz. Ez a nem föltétlenül vízkeresztséget érti ez alatt, hanem amikor belekeresztelkedsz ebben a névbe, amikor elfogadod Jézust, és ennek egy szimbóluma a vízkeresztség. Hányan tudjátok, hogy a vízkeresztség nem tart meg önmagába. Valaki megkeresztelkedhet, a víz alá merítkezhet, és önmagában még nem lesz ettől örök élete, mert ez egy jelképe annak, ami a szellemvilágban történik. De ha megvan az, aminek meg kell legyen a szellemvilágban, és még vízkeresztséget is veszel, nagyszerű. Nagyon jó tudnunk azt, és ez az, amivel hiszem, hogy az Úr foglalkozott velem. Még egy kicsit menjünk el a Rómaiakhoz írt levélbe is. Egy kicsit átismételjük ezeket a dolgokat. Sokan tudjátok kívülről, idézitek Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetébe, amit ír Isten igéje. De nagyon jó tudni, és mindannyiunknak hallani azt, hogy milyen könnyű bekerülni Isten országába, és hogy sajnos milyen kicsin múlik, hogy sokan nem kerülnek be mégsem Isten országába. Sokan azt hiszik, hogy először meg kell tisztuljak, először meg kell változzak, Isten így biztos nem szeret, vannak rossz szokásaim, vannak a múltamban olyan cselekedeteket, amiket Isten nyilván tud, mert ő mindent tud, és így biztosan nem szeret engem. És azt mondja a Biblia, hogy nem ezen múlik, nem ezen múlik, nem ez a kérdés. Azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 10. fejezet 9-es 10-es verse, hogy mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez az üdvösség, ez a megtartatás. Azt hiszem, hogy szozó a görögbe ennek a megfelelője, és hogy megmenekülsz, megtartatsz, örök életet nyersz, ezt jelenti. Tehát, hogyha a szívedbe hiszel, és a száddal Úrnak vallod Jézust, akkor megmenekülsz, megtartatsz, vagyis a mennyország állampolgárává leszel. Dicsőség Istennek! Ha ezt már meghoztuk, ezt a döntést, akkor egy dolgunk van, örvendezhetünk. Amen! Tudjuk, hogy hova megyünk. Emlékeztek, mikor beszéltünk erről, hogy minek örüljünk, ha éppen semmi jó dolog nem történt velünk még ma. Minek örülünk? Valaki segítsen. Semmi különösebb nem történt veled. Egy átlagos napod volt, semmi különösebb rossz sem, meg jó se, akkor minek örülünk? Halleluja, dicsőség Istennek. Annak, hogy a nevünk fel van írva a mennybe. És hogyha ez nem tudod, hogy mit jelent, akkor szerintem jó lenne, ha egy kicsit kutakodnál a Bibliádba. Hányan tudjátok, hogy ha úgy olvasod a Bibliát, hogy válaszokat akarsz kapni, akkor kapsz belőle válaszokat. Hányan tudjátok, hogy ez nem csak egy történelemkönyv, ahol leírják az eseményeket, nem egy regény, amit úgy kiolvasunk, és akkor el tudod mondani, hogy én már olvastam a Bibliát, hanem ez egy használati utasítás, amit használnunk kell. És én észrevettem, hogy bármilyen problémám van ideig, még mindig megtaláltam benne a választ. Volt még ezzel valaki így, hogy bármivel legyen problémád, és azt kérdezted, Uram, mutasd meg, mit csináljak most, mi erre a válasz, és elkezdted olvasni a Bibliát csak úgy bárhol, és lapoztál erre, lapoztál arra, és kerested a bensődbe, hogy mi a válasz, és egyszer csak Isten tud szólni általa. Amen. És fog is szólni. És nagyon jól teszed, hogyha problémáid adódnának, hogyha az Úrhoz fordulsz. Amen. Ha az Efézusi levélhez ellapoznátok a 2. fejezetre, akkor megnézzünk ott egy-két dolgot. Nézzük mégis az első fejezetnek a közepétől, a 15-ös verstől. Pál apostol, tudjátok, hogy az Efézusbeli gyülekezetnek ír. A gyülekezet az azért jó tudjátok, hogy kinek címezi ezeket a szavakat, mert ha az efézusi gyülekezetnek szólt, akkor a Mennyország klub gyülekezetének is szól, amen, akkor ez nekünk is szól, és nézzük meg, hogy mit ír itt Pál apostol. Azt mondja, hogy ezért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket nem szűnöm meg hálát adni értetek, említést téve rólatok az én imádságaimban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk.
Hányan tudjátok, hogy Isten tartogat még nekünk egy-két jó dolgot? Szóval ez a földi élet, hogyha már megtapasztaltál így az Úrba egy-két jó dolgot, örüljél neki, de jó, ha tudod, hogy ez még semmi. Ez még a jéghegy csúcsának is csak a csúcsa. Hányan tapasztaltatok meg egyre nagyobb és nagyobb dolgokat, egyre jobb és jobb dolgokat, mióta így az Úrban vagytok, hogy egyszer ezt, ez tök jó volt, aztán azt, aztán amazt, aztán egyre jobb lesz ez a dolog. És a helyzet az, hogy a legjobb az nem itt, a legjobban nem itt fogjuk megtapasztalni a Földön, hanem ahova innen megyünk. Amiért örvendezünk, ugyanis a nevünk föl van írva a mennybe, ami azt jelenti, hogy ha a te neved föl van írva a mennybe, mert elfogadtad, amit Jézus tett érted, és a száddal Úrnak vallottad őt, amikor befejezted a földi pályafutásodat, akkor a szellemed átkerül Isten országába, jönnek angyalok, és elvisznek Isten országába. Hányan hiszitek, hogy vannak angyalok? Én nem hittem régen, az ördögben meg egyáltalán nem hittem. Tehát azon mosolyogtam mindig, és így neveltek, nem nagyon tehetek róla, hogy anyukám vallásos volt, apukám meg egyáltalán nem hitt, és ő mondta, hogy ezt a papok találták ki, és azért, hogy ijeszgessék a hülye embereket, akik ezt elhiszik, és akkor így manipulálják őket, hogy azt csinálják, amit akarnak. De a helyzet az, hogy ha létezik a jó Isten, akkor létezik az ördög is, és már pedig mind a két oldal létezik. Ahogy Jézus mondta, az előbb olvastuk, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Halleluja. Hányan szeretnénk ezt az életet, ugye ez az örök élet és a bővölködés hozzá. Amen, ez így jár együtt. Jézus ezért jött. Az Úr kegyelméből imádkozzatok, és ha az Úr megengedi, akkor erről szeretnénk majd egy kicsit többet a mélyre ásni ennek, hogy Jézus eljött. Hányan tudjátok, hogy amikor hogy Jézus befutott a futását, inkább így mondanám, amiért Isten őt elküldte, ő azt elvégezte, ezt valaki hiszi, hogy Jézus nem ment úgy haza, hogy atyám, hát ez sikerült, ez nem, ez van, most mit csináljunk. Hanem ő amiért jött, ő azt bevégezte. Amen. Miért jött Jézus? Mindenki tudja, hogy elvegye a világ bűneit. Elvette a világ bűneit? Igen, akkor mi vagyunk bűnösek? Mert hogy sokan még mindig ennek ellenére azt hiszik, hogy ugye bűnösek vagyunk, és ez lehet igaz is, hogyha nem fogadta el az illető még Jézusnak a megváltási munkát, akkor még lehet, hogy az ő bűnei őt terhelik, pedig Jézus megtette érte is. És a jó hír az, hogy Jézus ennél sokkal-sokkal többet tett. Amen. Hányan tudjátok, hogy a mi békességünk büntetése is rajta volt? Amen. Hányan tapasztaljátok ezt a békességet nap mint nap, amit az Úrtól kapunk, amit azelőtt nem kaptunk meg, hogy elfogadtuk volna őt? Valaki ezt érzi, ezt a békességet? Nem azt jelenti, hogy semmi nincs rossz az életedben, nem azt jelenti, hogy nem történnek rossz dolgok veled, hanem hogy a rossz dolgok közepette is békességben vagy. Amen. Ez, ha meg kéne fizetni, adnál érte pénzt? Hogyha meg kéne vásároljad ezt a békességet, érne neked ez valamit? Én sokat is hajlandó lennék adni ezért. Én emlékszem arra, amikor még minden nap idegeskedtem, és tiszta ideg voltam, mert a dolgok nem úgy alakultak, ahogy én gondoltam. Most sem mindig úgy alakulnak, ahogy én gondolom, vagy ahogy én szeretném, és mégsem vagyok ideges, és lehet, hogy néha túl nyugodt is. Na mindegy. Szóval Isten tartogat a számunkra valamit. És kérem, és kértem az Urat, hogy ezt tegye valóságossá a számunkra. A helyzet az, hogy mi, mondjuk mint egy pásztor, én nem tudok senkit rávenni, hogy megtegye az igét, én nem tudok helyettetek dönteni, én nem tudom helyetted olvasni a Bibliát, örülök, ha magam helyett tudom, nem tudok helyettetek imádkozni, és nem tudlak rávenni, hogy tegyetek meg olyan dolgokat, amit Isten igéje egyértelműen mond, hogy ezt cselekedni kellene, de abban az egyben biztos vagyok, hogy ha Isten megnyitja a szemünket. Hányan tudjátok, hogy van a fizikai szemünk, és van a szellemünknek szeme. És amikor Isten megnyitja a szellemi szemeidet is egy pillanatra, egy kis betekintést ad, hogy mi vár majd oda át. Amikor úgy elhúzza a függönyt, és úgy gyorsan összecsukja, ennyi elég. Hányan hiszitek, hogy amikor Isten ezt megteszi, amikor Isten maga meggyőz arról, hogy nem csak, hogy ő létezik, de az is, ami ott vár bennünket, az valóságos és létezik, akkor ez képes megváltoztatni az egész életedet. Ha tudod azt, hogy vár téged oda át valami. Nagyon szomorúan látom azokat a keresztényeket, akik, ha bár keresztények, de úgy élik ezt az életüket, hogy
Azt gondolják, hogy egyszer élünk, ha valami jót akarok, ezt most ki kell próbáljam, most ki kell élvezzem az életet, mert hát egy életünk van. Éljünk. A helyzet az, hogy igen, egy életünk van, csak ez sokáig fog tartani. Amen. Az örök élet az valami olyasmit jelent, amúgy, na mindegy, majd erre később rátérünk, az valami olyasmit jelent, hogy az még sokáig folytatódni fog. Szoktam erről beszélni, hogy így, ugye így furcsa hangzik, főleg nekünk, mert többnyire fiatalok vagyunk itt, hogy amikor már így a 30. születésnapod, aztán a 40., 50., mikor jön a 60., 80., de az örök élet az valami olyasmit jelent, hogy a 125. születésnapod is meg lesz, de lehet, hogy az 500. is, és lehet, hogy 1200. is lesz, nem? Ha egyszer nem lesz vége, akkor ez folytatódik, nem? Úgyhogy az idő telik. A jó hír az, hogy egy megdicsőült testet kapunk, amen, és nem fogunk annyira összefonyadni, míg akkorák leszünk, mint egy hangya az 1200. évünkre, hanem megdicsőült testünk lesz, ami nem fog öregedni, ami nem fog meghalni, nem fogunk házasodni, mert nem lesz, olyanok leszünk, azt mondja az ige, mint az angyalok, nem leszünk angyalok. Valaki megkérdezte tőlem nemrég, hogy akkor én hiába imádkozok az anyukámhoz, hogy ő segítsen. Mert ő azt hitte, hogy az anyukájából egy angyal lett, és kérte, hogy ő segítsen neki, mert miután meghalt, gondolta, hogy ő egy angyallá változott, és majd segít neki. És mondta, hogy igen, vannak angyalok, ők igenis figyelmeznek az ígére, ami elhagyja a te szádat, igenis szolgáló szellemek azoknak küldettek, akik az üdvösség örökösei, és az angyalok valóban segítenek, de anyukádból nem lett angyal, ezért anyukád nem tud segíteni. Várja, hogy majd újra láthasson téged ott a mennybe, hogyha ha ő is hitt az Úrba és elfogadta őt, de ő nem tud segíteni. Nem leszünk angyalok. Ugyanúgy, ahogy egy kutya nem fog miután meghal macska lenni, ugyanígy mi nem leszünk más lények, mi emberek vagyunk. És az angyalok, angyalok, egy egészen más faj, és amikor meghalunk, akkor is emberek maradunk. Amen. Csak más formában fogunk élni tovább, más testünk lesz, de élni fogunk, tovább fogunk élni. Hányan tudjátok, hogy még megmarad az emlékezetünk is? Emlékeztek, amikor a gazdag ember és Lázár meghaltak, és azt mondta a gazdag ember, miután a pokolba felemelte a szemeit, hogy látta Ábrahámot messze, és az ő ölébe Lázárt, és mondta, hogy atyám Ábrahám, küldd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjait vízbe, és hadd enyhítse a fájdalmat, mert igen, gyötörtetem el lángokba. Vannak, akik nem hisznek a lángokba. Mindig elcsodálkozok, amikor evangelizálunk, és látok kigyúrt embereket, le van borotválva a feje, és ilyen nagyon félelmetesen néz ki, és akarsz adni neki egy Jézus kártyát? Nem kell, hagyjál békén. Tudjátok, hogy mi a helyzet, hogyha a neve nem kerül beírva az élet könyvébe, és ő úgy hal meg, akkor sajnos a pokolba fog kerülni, ezt mondja Isten igéje. És ott a pokolba azt írja az ige, hogy ott lesz sírás, rívás és fogcsikorgatás. Lehet, hogy itt életében egy ilyen nagyon kigyúrt, nagyon erősnek tűnő ember, mert ugye sokszor a látszat csal, lehet, hogy nem sokat sírt életébe. Be fogja pótolni. Hányan hiszitek? A nagyon kigyúrt, nagyon erős. Ugye tudjátok, hogy a külső az nem mindig azt akarja, ami belől van. És vannak olyan nagy darab emberek, akik félelmetesnek tűnhetnek, és gyönyörű, szerető szívük van. És egyáltalán nem rossz emberek, és a mennybe fognak kerülni. Nem a külső számít. Sokszor azon gondolkodtam, emlékeztek, az előbb mondtam ezt a példát az autóval, hogy a testünk olyan, mint az autó, és a szellemünk olyan, mint a sofőr. Sokszor gondolkodtam azon, amikor látok ilyen üres buszokat. Biztos ti is láttatok már ilyen 40 személyes, esetleg emeletes busz, és egy picike-picike kis sofőr ül benne. Lehet, hogy 1,60 magas, és az vezeti azt a hatalmas nagy buszt. Sok ilyen kigyúrt, izomagyú embert valahogy így képzelek el, hogy van egy hatalmas nagy teste, és egy icike-picike kis szelleme. Mert tudjátok, hogy szellemi szinten vagy növünk, vagy visszafejlődünk, nem állunk meg, és hogyha nem, még újjá sincs születve, akkor... Na, dicsőség az Úrnak, úgyhogy... Szóval az Úr készített nekünk egy-két dolgot. És... Én ezt nem tudom valóságossá tenni a számotokra, de ajánlom, ha még valaki nem látta, Jesse Duplantisnek az egyházunkban kapható DVD-je, mennyei találkozások, hogy ő elragadtatott a mennybe, látta a pokolt, beszámol nagyon részletesen, hogy mi van itt, mi van ott, ami egyezik Isten igével, a jelenések könyvében, sok mindent tudsz olvasni arról, hogy mi van a mennyországban,
És ez valóságos kell, hogy legyen. Én ezt nem tudom valóságosá tenni, úgyhogy meg se próbálom, lapozhatunk tovább, de Isten meg fogja tenni, ha szeretnéd. És szükséges, szükséges, hogy éljen benned az a valóság, ahova megyünk, amikor innen elmegyünk. Közben lapozgattam, hát, hogyha megtalálnám azt az igét, nem tudom pontosan, hogy hol van, de meg fogom találni, hogy vannak olyan hívők, akik ebben az életben reménykednek csupán. És azt mondja róluk az ige, hogy ők minden embernél nyomorultabbak. Ha valaki hívő létére úgy akarja élni ezt az életét, hogy most el akarsz venni minden jót, nyomorult leszel. Ha nem hiszel abba, hogy valami vár téged oda át, és nem úgy éled az életedet, olyan dolgokat teszel, hogy majd oda át legyen, aminek örüljél, akkor a helyzet az, hogy nyomorultul fogod élni az életedet. Igen, ki fogod hagyni a bulikat, ki fogod hagyni ezt, ki fogod hagyni azt, és nem fogsz gyűjteni magadnak örökké való jutalmakat, és amikor oda kerülsz a mennybe, akkor azon fogsz csodálkozni, hogy mi mindenről maradtam le. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy Jézus mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Ez ugye nem azt jelenti, hogy nem lehet házad, nem lehet autód, és egy földön futó kell legyél, hanem azt mondja, hogy a kincseid, az értékeid ne itt legyenek a földön, hanem a mennybe. A nagyobb értékeidet tartsd biztonságban, mert és hányan tudjátok, hogy amikor adunk, amikor engedelmesek vagyunk Istennek, amikor, ha Isten bármit ránk bíz, például nagyon sokszor a segítség is egy idézőjelbe vett adakozás, amikor az idődből, az energiádból és a szeretetedből adsz valakinek. Ezt odaadtad, és ez átkerül a mennyei bankszámlánkra, mert hogy van egy ilyen, ugye? Halleluja! Még amikor még bank sem volt, akkor is volt bankszámla. Mennyei bankszámla, amen. Úgyhogy oda át tudunk utalni egy kis pénzt, és nekem ami nagyon tetszik, hogy onnan vissza is tudunk még ebben az életbe igényelni. Amen. És nagyon a szívemen van, de az Úr most még határozottan mondta, hogy még nincs itt az ideje, hogy beszéljünk majd erről, hogy hogyan tudjuk ezt onnan ide áthozni. Amen. Nagyon sok minden van, amit Isten igen mond, hogy a miénk, és nem tapasztaljuk ezeket, és ennek megvan az oka azért, mert nem vettük birtokba. A napokban voltunk, épp a Zsoltival elmentünk, és segítettünk a gymnek egy autót vásárolni. Valaki már vásárolt valaha autót? Csak hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Hogyha már vettél autót. Azért fontos ez, hogy hányan tudjátok, hogy nem ugyanaz venni egy autót, mint mondjuk elmész a piacra és veszel egy kiló krumplit, nem csak az ára miatt, hogy nem ugyanaz, hanem egészen más ennek a menete. Ugye, hogyha a szomorú hír az, hogy én ismerek olyanokat, akik itt ebbe az egyházba járnak, és kaptak ajándékba autót, és nem vették birtokba, és tudjátok, mi lett a vége? Használták egy ideig, és utána elveszítették. És sajnos ugyanaz a személy, akiről beszélek, ezt nem egyszer játszott el saját magával. Miért? Mi a menet, amikor valaki egy autót vesz? Ugye nem úgy működik csak, hogy megnézed mondjuk a piacon, vagy az interneten, tetszik, odamész, mennyi? 1 millió? Oké, tessék, odaadod az 1 milliót, na viszem az autót, és innentől kezdve az enyém. Ugye tudjátok, hogy nem így működik. Miután megegyeztetek, hogy mennyi az ára, utána még egy-két dolognak meg kell történjen. Biztosítást kötsz, eredetiségvizsgát kell csináltassál rá, kifizeted ugye a vételárat, akkor elmész az okmányirodába, és ott szépen a nevedre íratod, akkor ők még kiszabnak egy adót, azt még befizeted, és mikor mindez megtörtént, megkapod a törzskönyvet, a forgalmi engedélyt, amin már a te neved szerepel, ha a te nevedre írták, onnantól kezdve lesz a tied az autó, és használhatod te. Onnantól kezdve, hogy csak valaki odaadja neked az autót, még nem lesz a tiéd. És sajnos láttam ilyen eseteket többször, amikor nagy értékű autót kapott valaki, ó, de jó, dicsőség Istennek, az Úr adott valami nagyot, megáldott, halleluja, dicsőség az Úrnak, megnézett 2 év múlva, és nincs meg az autója. Miért? Nem vette birtokba. Nem csak használta, és nem szerezte meg azokat a szükséges okmányokat, amik kellett volna hozzá, és később nem tudott már mit csinálni. És elveszítette, és elvitték, és... És hányan tudjátok, hogy ez előfordul más dolgokkal is hívők életébe? Valakit láttatok már, gyógyulást, meggyógyult az ember, dicsőség Istennek, az Úr csodát tett, később megint beteg lesz. Vagy ugyanazt a betegséget fogadta vissza, vagy egy másik területen fogadott el valamilyen betegséget, és újból beteg lett, pedig egyszer már meggyógyult.
És sok minden van, amit így elveszítenek az emberek, a hívők, és sokszor azért, mert nem a megfelelő módon szerezték meg, mindennek megvan a módja, és ugye például egy ingatlant vásárolni egészen más, és megvannak a lépések, amiken keresztül kell menni ahhoz, hogy ezt úgy vedd birtokba, hogy ez a tied maradjon. Hányan hisztek abba, hogy a legjobb nem a szent gyógyulás, hanem a tökéletes isteni egészség, ami Istentől jön, hogy nem leszünk betegek. Amen. Hányan hisztek inkább ebben, mint abban, hogy én mindig meggyógyulok? Én nem szeretnék beteg lenni. Hányan tudjátok, hogy nem az a legjobb, hogy nagyon gyorsan felépülök, ha már valami bajom lett, hanem szent védelemben élek. Isten megőriz engem. Az angyalainak parancsolt, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe, és én nem akarok beteg lenni. Elszörnyedek, amikor meglátok valakit, és tudjátok, hogy vannak az egyházunkban sok kórházi szolgáló, én nem szívesen megyek be a kórházba. Felfordul a gyomrom, mikor megérzem azokat a szagokat, és amikor meglátom azokat a szenvedő embereket, nem nekem való. De leginkább nem szeretnék egy lenni közülük, aki ott fekszik a kórházba. Úgyhogy inkább szeretném gyakorolni a hitemet, hogy az Úr megőriz, az angyalainak parancsolt, én meg elfogadom, angyaloknak munkát adok, hogy kimondom az igét, hogy kimehessenek és megtehessék azt, amire őket Isten elküldte. Amen. Szóval kértem az Urat, ugyanúgy, ahogy Pál apostol, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Isten a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit. Ugye beszéltünk erről, hogy a szívünknek vannak szemei. Világosítsa meg a szívünk szemeit, hogy tudhassuk, hogy mi az ő elhívásának reménysége, az ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között. Amen. Jesse Duplantist szerintem, ha összeállnánk mindannyian, sem tudnánk meggyőzni, hogy Isten azt akarja, hogy szegény legyél. Hányan hiszitek? Hányan hiszitek, hogy ennyien összesen mondhatnánk neki, ameddig akarnánk, nem tudnánk meggyőzni, hogy Isten nem akarja, hogy meggyógyulj. Látta a mennyországot. Amen. És azt mondja Jézus, amikor tanít bennünket imádkozni, hogy kérjük azt, hogy amint a menny, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. A mennyben van fájdalom? Nyugodtan válaszolhatok. Van fájdalom a mennyben? Nincs. Van szegénység? Van hiány? Van nem fizikai fájdalom, hanem tudjátok, hogy a lelki fájdalom is valóságos, ugye? Az sincs. Ha a mennyben nincs, és Jézus arra tanított, hogy úgy imádkozzunk, hogy amint van a mennyben, úgy legyen itt a földön, akkor tulajdonképpen van arra lehetőség, hogy itt sem legyen. Amen. Hányan tudjátok, hogy Isten országa elközelgetett? Ugye Jézus már akkor, amikor itt járt a földön, mondta a tanítványinak, hogy menjetek, hirdessétek az igét, és amikor nem fogadnak be benneteket, menjetek ki a városból, verjétek le a cipőtökről a port, de mondjátok el nekik, hogy mindazonáltal Isten országa elközelgetett. Tudjátok meg, hogy Isten országa elközelgetett. Nem akarjátok befogadni a ti bajotok, de akkor is eljött Isten országa. A vír innentől kezdve a ti fejeteken van. És a helyzet az, hogy Isten országa az a birodalom, az a hely, ahol a mennyei atya akarata megtörténik, végbe megy. Amen. Úgyhogy ha te hiszel Istenbe, és elfogadtad őt életed urának, és cselekszed az atya akaratát, akkor Isten országa hol van? Benned. Isten országa benned van. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nagyon tetszik ez nekem. Ha Isten országa bennem van, és az ige azt mondja, hogy kérjük azt, hogy amint a mennyben, úgy legyen itt a földön, és én Isten országához tartozom, és Isten országa bennem van, akkor bennem milyen dolgoknak van helye? Olyannak, ami a mennyben van. Egészség, gyarapodás, bölcsesség, tudás, szeretet, öröm, mik vannak még odafönt? Ezeknek van helye az életemben, nem? Úgyhogy ezt akkor jöhet, ugye? Én úgy vagyok vele, hogy ugye az ige azt mondja, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy minden, ami felülről jön az atyától, az jöhet. Ha az atya nekem akarja adni, teljesen mindegy, hogy én úgy gondolom, hogy szükségem van rá, vagy nincs nekem rá szükségem, jöhet bármi. Én elfogadom. Hányan vagytok így, hogy ha fentről jön, az atyától jön, jöhet. Elfogadom. Ha azt mondod, hogy nincs rá szükségem, akkor is fogad, de legalább van, amit odaadjál másnak, nem? Dicsőség az Úrnak. Ezt Isten szeretné is egyébként. Szóval ő meg fogja világosítani a szemünket. Amen. És miközben, akár most beszélünk, miközben te olvasod a Bibliádat, legyél nyitott arra, és engedd meg Istennek, hogy világosítsa meg a szellemed szemeit.
Tudod, hogy milyen ez, amikor megvilágosítja Isten a szemedet? Olyan, mintha itt lekapcsolnánk a lámpát. Ildikó, megkérhetnélek egy kicsit, hogy segítsél nekem? Kapcsoljuk le a lámpákat. A Janit is megkérem, ezt a reflektort is húzza ki. Meg van még egy reflektorunk, azt is. Nyugodtan. Másikat is. És még maradt egy reflektorunk, ezt is lekapcsoljuk. Az ott van a jobb kezed felől. Jani, jobb kezed felől, ott a falon van egy kapcsoló. Ez az. Sajnos még kint ég a villany, de azt is lekapcsolja az Ildikó. Az meg ott van mindjárt. Ez az. Már csak a Szilvéknél van egy kis fény. Szilvi, lekapcsoljátok ott a lámpát egy pillanatra? Salomé ennek nem örülne. Szóval, mondjuk egy kis fényünk van, nem baj. Ez az, köszönöm szépen. Körülbelül ennyit látunk most a szellemi világból, hogyha a szellemi szemeink nincsenek nyitva. És amikor Isten megvilágosítja a szellemünk szemeit, akkor mondjuk olyan lesz, mint amikor Ildikó most fölkapcsolja a lámpát. Hogyha itt elkezdenénk kiárkálni, lehet, hogy akadályokba ütköznénk, de most, ahogy Isten megvilágosítja a szemeinket, nyugodtan fölkapcsolhatjuk az összeset, akkor hirtelen mindent tudunk, hogy mi hol van. És addig csak úgy sejthetted, hogy ha egy picike kis betekintésed volt, akkor nagyjából láttad, hogy mi van itt, de nem tudnád pontosan azt csinálni, amit kellene, ha csak picikét látsz be. De amikor Isten megvilágosítja a szemedet, akkor tudsz mindent pontosan. Amen. Hányan vagytok biztosak abban, 100%-ig, hogy a mennybe fogtok menni, amikor elmentek erről a földről? Hányan vagytok 100%-ig biztosak, hogy nincs kérdés a szívedbe, tudom, hogy oda fogok menni? Ezen az arányon javítanunk kéne egy kicsit, de nagyon jó. A helyzet az, hogy meg kell, hogy értsük, hogy mik a feltételek, és tudnod kell biztosan, hogy ha eljön az idő, te odamész, és tudod, mikor fogod tudni igazán, amikor így Isten megvilágítja a szellemed szemeit. Amikor valóságossá teszi a számodra Isten országát. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbbetek, akik feltettétek a kezeteket, nem csak azért tudjátok, mert eldöntöttétek, hogy oda akartok menni, hanem azért, mert Isten megmutatta, hogy ez valóságos. Sokszor mondják azt, hogy még senki se jött onnan vissza. Valaki ezt hallotta, amikor beszélsz emberekkel? Jó, jó, de hát még senki se jött vissza. Hányan tudjátok, hogy ez jó nagy hazugság? Senki nem jött vissza. Például mi egyházunkban ott van a Manyika, akiről tudjuk, hogy meghalt és visszajött. A 11. kerületben van egy Zsuzsa nevű testvérünk, aki szintén a kórházi ágyon meghalt, és találkozott Jézussal, és visszajött. És biztos vagyok benne, hogy vannak többen is, vannak az interneten egy csomó bizonyság, akik meghaltak, bizonyos ideig a halál állapotában voltak, és visszajöttek. És tudjátok, mit olyan érdekes, hogy sokan, akik ezt megtapasztalták, ugyanazt mondják, hogy ugyanaz van ott, ugyanúgy néz ki, ugyanazt élték át. Úgyhogy a helyzet az, hogy ez biztos, hogy ott van a mennyország. A kérdés az, hogy te biztos vagy benne, hogy oda fogsz menni? Mik a feltételek? Csak azok kedvére, akik még nem biztosak benne, hogy oda fognak menni. A Biblia, az előbb olvastuk több helyen, hogy miket mond. Először is, ha hiszel és megkeresztelkedsz, akkor üdvözülsz. Mit jelent hinni? Biztosnak lenni valamiben, amit nem látunk. Hányan tudjátok, hogy sokan mondják, hogy én ezt nem tudom elhinni, ez nem így működik. Ez egy döntés kérdése. Például, hányan hiszitek azt, hogy itt kint az épület előtt autók állnak? Valaki hiszi, hogy itt állnak autók? Legalább egy biztos van. Valaki hiszi? Legalább egy autó biztos, hogy áll itt ezen a parkolóban. Valaki hiszi? Jó. Látjátok őket most? Nem látjuk. Ez a hit. Nem látod, de biztos vagy benne, hogy ott van. Egy tuti, hogy ott van. Én biztos vagyok benne, hogy egy ott van, az enyém is ott van, és tuti, hogy nem lopták el. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ott van, pedig nem látom. De ez egy döntés kérdése. És valaki ülhetne úgy itt, hogy azt mondja, én nem hiszem. Amit nagyon fontos megérteni, ha bárki azt mondaná, én nem hiszem, hogy ott van autó, akkor eltűnne az összes autó a parkolóból? Mert ő nem hiszi. Mert sokan azt hiszik, hogy én nem hiszem, hogy van mennyország, ezért nincs mennyország. Nem így működik. A mennyország egy valóságos hely, és az van, és ott van. És ha te nem hiszel benne, maximum a számodra olyan, mintha nem lenne, de attól még ott van. Ugye, hogy nem fognak eltűnni az autók? Mindannyian együtt mondhatjuk, egy autó sincs, attól még ott van az összes, amelyik ott van. Igaz? Ugyanígy van a mennyországgal. Valóságos hely, ott van, és bárki akarja tagadni, bármilyen érveket akarnak felhozni, ha van, ott van. Ha nem lenne mennyország, akkor bármennyien hihetnénk benne, akkor se lenne ott, de a helyzet az, hogy van.
Azt mondja az ige, hogy ha elhiszed, a hit az egy döntés kérdése. Nem látom, de biztos vagyok benne. Honnan lehetünk biztosak benne, hiszen nem látjuk? Ugye mondtuk az előbb, ami sok embernek az egyik érve, hogy de hát még senki se jött vissza. Ugye ezt megbeszéltük, hogy nem igaz, de mondjuk, hogy tegyük fel, hogy te nem ismersz senkit, aki még visszajött volna onnan. Ha akarod, akkor összehozunk azokkal, akik már visszajöttek. Na mindegy, Isten igéje azt mondja. Amen. Ez önmagában elég bizonyítéknak kell legyen ahhoz, hogy elhiggyed. Miért hiszünk Isten igébe? Nem tudom, hogy ki hogy van vele. Én úgy voltam vele, hogy nekem régen azért volt Bibliám, hogy legyen, amit leporoljak, de miután ide kerültem az egyházba, ahogy észrevettétek, előbb-utóbb, még ha eleinte nem is hozol Bibliát magaddal, mert mondjuk nem találod meg könnyen, hogy mi hol van, és mire kimondják, addigra már, mire oda találsz, addigra már kétszer tovább lapoztak, és inkább nem hozol Bibliát, mert ez könnyebb neked az elején. Ha ide jössz, egy bizonyos ideig lesz Bibliád. És nem csak itt fogod olvasni, amikor itt vagyunk együtt, hanem otthon is fogod olvasni, és máshol is fogod olvasni, és előbb-utóbb magadnak fogod tudni, hogy mi van. Miután megismerted valamennyire a Bibliát, én személy szerint, miután már egy-két dolgot megismertem a Bibliából, rájöttem, hogy nem csak történetek vannak benne, hanem törvényszerűségek. Például, ha ezt teszed, ez fog történni. Ha azt teszed, amaz fog történni. Ezt teszed, az fog történni. És rájöttem, egy jó pár ilyen van benne. És elkezdtem kipróbálni. Valaki volt így az elején? Azt mondja, az ige lehet kérni. Emlékszem, amikor az első imakörön csatlakoztam, és akkor láttam, mindenki elmondta, hogy ki mit szeretne, én is elmondtam egyet, és akkor vártam, hogy mi történik, és láttam, hogy mások többet mondanak. Először nem mertem csak egyszerre egyet kérni, de ezt látom, más is így van vele, aki eljön az imakörökbe, először csak nagyon szerényen egyet kérnek, aztán jönnek egy kicsit többször, akkor rájönnek, hogy hú, ezt megkaptam, kérek még jó sokat, mert meg fogom kapni. Miután Isten igéje egy csomó ilyen törvényszerűséget ír le, és én arra jöttem magamnak rá még nagyon régen, hogy ha ez működött, és kipróbáltam, és az is működött, és ez is működött, és amaz is működött, és van, amit nem tudok kipróbálni, például ezt, hogyha meghalok, a mennybe kerülök-e, vagy sem. Ezt egyszer tudod kipróbálni. Jó esetben. De nem biztos, hogy utána el tudod dönteni, hogy tetszett-e neked az eredmény, vagy nem. Úgyhogy vannak dolgok, amiket ki tudtam próbálni, és rájöttem, hogy ugyanaz a szerző, igaz? Több ember írta le, de ugyanabból a forrásból, a Szent Szellemtől indítatva írták le Istennek szent emberei a Bibliát. És rájöttem, hogy ha ez is működik, meg az is, meg emez is, meg amaz is, akkor biztos az is működik, amit még nem próbáltam. Amen. Hányan tudjátok, hogy még vannak itt olyan dolgok, amiket még nem próbáltunk? Hányan támasztottatok fel halottakat? Én próbáltam kétszer, de nem jött össze még egyszer se. De össze fog jönni. Azért, mert azt mondta Jézus, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ugye? És ha egy mustármagnyi hited van, azt mondod ennek a hegynek, hogy keljen fel és ugorjon a tengerbe, és ha hiszed a szívedbe, és nem kételkedsz, meg lesz, amit mondtál. Láttam a tévében, pontosabban az interneten olyanokat, akik hisznek a halottak feltámadásába, és a szolgálatukba tízesével, mármint, hogy több mint 10-15-20 ember támadt már föl, és egyszer elgondolkodtam azon, hogy nagyon kíváncsi vagyok ezekre. Nem tudom, hogy voltál-e már így az interneten. Mondom, rákapcsolok az egyik tanításukra. És az ember prédikál. Egy afrikai ember volt, ilyen tradicionális ruhába, prédikál, és mondja az igéket. Az Ószövetségtől az Új Szövetségig is úgy beszélt a halottak feltámadásáról, mint ahogy mi beszélünk, hogy hogy lehet meggyógyulni a fáj a torkod körülbelül. Valaki tudja, mit kell csinálni? Valakinek fáj a torka, mit csinálunk? Odamész az igéhez, megkeresed 1 Péter 2:24, Ézsaiás 53:4-5, odamész, tudod, hogy ezt mondja Isten igéje, akkor én elfogadom, hiszek benne, kimondom, hitben állok. Tudjuk, hogy mit kell csinálni, tudjuk, hogy hogy kell elfogadni a gyógyulást, igaz? Na, körülbelül így beszéltek a halottak feltámadásáról, és azon gondolkodtam, hogy most már mindent értek. Most már értem, hogy miért támadnak fel a halottak az ő szolgálatuk során. Azért, mert hisznek benne. Ugye? A hit hallásból jön, a hallás pedig Isten igéje által. Ha még sose hallottál arról, hogy fel tudsz támasztani egy halottat, nem csodálkoznék, ha nem tudnád. Azon se csodálkoznék, ha bár hallottad, hogy fel tudsz támasztani egy halottat, de nem tudod, hogy kell csinálni, akkor se csodálkoznék, hogy nem tud feltámasztani. Én is úgy mentem oda, az első alkalommal valaki autóbalesetet szenvedett, egyik testvérünknek, mármint a gyülekezeti testvérünknek a testvére, autóbalesetet szenvedett, meghalt, és hívtak, hogy menjünk le és imádkozunk érte.
És én nagyon lelkes voltam, hogy most biztos fel fog támadni. És leutaztunk jó pár kilométert, és imádkoztunk, rajtunk kívül már addigra ott volt több pásztor, és imádkoztak érte, és olyan imaerő volt, hogy ott már függönyök, már minden mozgott, ott már Isten erre nagyon valóságos volt, hatalmas volt, de mégsem történt meg az, amit mi szerettünk volna. Az egész család szerette volna, a hívő család volt, ott volt a pásztora is, és sajnos nem történt meg. Pedig hányan hiszitek, hogy Isten igéje attól még nem változott meg? Jézus azt mondta, hogy menjetek, hirdessétek az evangéliumot, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasztatok, ingyen vetétek, ingyen adjátok. Ezt mondja az ige? Meg kellett volna, hogy tudjuk tenni. Hányan tudjátok, hogy a tanítványokhoz egyszer odahoztak egy beteget, azt hiszem azt mondták neki, hogy valami megszállott, vagy valami, és epilepsziának hívnánk ezt mi ma, és azt mondták neki, hogy gyógyítsa meg. És ugye a tanítványok hozzá voltak szokva, hogy meggyógyítják a betegeket, oda mentek ahhoz a gyermekhez, és nem tudták meggyógyítani. És később jött Jézus, tudjuk, hogy ha rövidre van vágva a történet, hogy Jézus meggyógyította, utána a tanítványok oda mentek, hogy mester, kicsit gyere csak ide, tessék, mi miért nem tudtuk meggyógyítani? Valaki emlékszik, hogy mit mondott neki? Kicsit hangosabban? A ti hitetlenségetek miatt. Azért, miért nem tudtam, én ott, amikor ott voltam a halott közelében, miért nem tudtam feltámasztani a hitetlenségem miatt? Lehet, hogy szerettem volna, de hányan tudjátok, hogy az, hogy szeretnél valamit, vagy hiszel valamiben, ez két külön dolog. Teljesen különböző dolog, hogy szeretnél valamit, szeretnél meggyógyulni, szeretnék, hiszed, hogy meggyógyulni? Tessék? Érted, hogy nem ugyanaz szeretni valamit, vágyni valamire, vagy hinni valamiben. Egyáltalán nem ugyanaz. Ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. Ha szeretnéd, az kevés hozzá. Az kevés hozzá. De a jó hír az, hogy ha hihetjük, ha hisszük, bármi lehetséges. Amen. És azt láttam, amikor csak így belehallgattam, egy fél órát hallgattam ezt a tanítást, azt láttam, hogy ha én is ilyen tanításokat hallanék, biztos vagyok benne, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, akkor működne. Mert lenne hitem addigra benne. Hányan tudjátok, hogy a hit az nem egyik napról a másikra fog a szívünkbe kerülni, és a szívünkbe megerősödni. Hányan tudjátok, hogy Jézus azt mondta, hogy Isten országa olyan, mint egy mag, amit vesz az ember, elültet a földbe, és az a mag egyszer csak elkezd gyökeret verni, aztán mélyebbre gyökeret ver, aztán elkezd felnőni, aztán később gyümölcsöt terem, és ez nem egy nap alatt történik, igaz? Hogy a mag bekerül, gyökeret ver, elkezd növekedni, amíg gyümölcsöt terem, ez nem egy nap. Mi sokszor szeretnénk ezt. Ezt mondja az ige, halleluja, befogadtad a szívedbe a magot, és holnap várod, hogy na mikor jön a gyümölcs. Hányan tudjátok, hogy szükségünk van egy kis türelemre? Hit és békességes, hogy van? Várás, vagy békességes tűrés által örököljük az ígéreteket, hogy rendben van, hogy elfogadtad, hiszel, nagyszerű, de annak a hitnek gyökeret kell verni, annak az igének gyökeret kell verjen, fel kell növekedjen, és utána tud gyümölcsöt teremni az életedbe. És ezért szükségünk van arra, hogy legyen bennünk egy kis kitartás, hogy ne holnap várjuk az eredményt. Nem baj, ha már elvárod, hogy holnap történjen az eredmény, de ha nem történik meg, nagyon jó, ha egy kicsit tovább kitartunk. Amen. Valaki már volt úgy, hogy hit győzelmet aratott, de egy kicsit később, mint ahogy ő gondolta, hogy fog történni. Volt már így valaki, hogy végül megtörtént, amit te vártál, meg hittél, csak sokkal később, mint ahogy te gondoltad volna. Ezért. Miért? Mert a hitnek be kell kerülni a szívedbe, és kevés, hogy ma hallottad az igét, még annak a hitnek gyökeret kell verjen. Hányan tudjátok, hogy annyi hitetlenség van bennünk, hogy annak ki kell mennie? És a hitnek kell a helyébe lépnie. Hogyha évekig azt hallottad, például volt egy eset itt a Blahalújza téren, amikor egy olyan cigány nőért imádkoztunk, aki koldus volt, mert az egyik szemén vastag szürke hályog volt. És imádkoztunk érte, többen voltunk ott, lehet, hogy többen is emlékezhettek erre az esetre, és kérdeztük, hogy hisz-e Istenbe, és mondja, igen. És hiszi azt, hogy Isten meg tudja gyógyítani? Igen. Szeretné, hogy imádkozunk? Igen. De jó, akkor imádkozunk. Imádkoztunk. Na, mi a helyzet? Hát csukja le a másik szemét. Lecsukja. Hát egy kicsit jobb, de hát Isten se gyógyíthat meg egyik napról a másikra. És akkor gondolta, hogy megy minden tovább, de mondtuk, ne, menjen el. Mondtuk neki az igét.
hogy lehet, hogy Isten nem gyógyítja meg az embereket egyik napról, vagy nem gyógyíthatja meg egyik napról a másikra, de érdekes módon a Biblia azt tanítja, hogy mikor Jézus valakinek a szeméért imádkozott, vagy azonnal, vagy még abban az órában meggyógyult. Na, jó, jó, de hát Isten se gyógyíthat meg egyik napról a másikra. Hát, igen, de a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus imádkozott, azonnal meggyógyultak, vagy még abban az órában. Jó, jó, de Isten se gyógyíthat meg egyik napról a másikra. Most nem viccelek, ez megtörtént. És valahogy így. Körülbelül negyed óráig próbáltuk győzködni ott, hogy de, meggyógyíthatja egyik napról a másikra. Meggyógyíthatja egyik percről a másikra. Egészen addig mondtuk neki az igét, ami élő és ható, hányan tudjátok, élesebb minden két élő fegyvernél, amíg végre befogadta és eljutott oda, hogy hát lehet. Lehet, hogy Isten meggyógyíthat egyik napról a másikra, és mondtuk neki, hogy van olyan is a Bibliában, hogy Jézus egyik vakér kétszer imádkozott, úgyhogy még van egy esélyünk. És mondtam neki, hogy most megint fogunk imádkozni, de készüljön fel, hogy Isten meggyógyíthatja. Megint imádkoztunk. Na, mi a helyzet? Megint lecsukja a szemét. Jobb, jobb egy kicsivel, de hát Isten se gyógyíthat meg egyik napról a másikra. Megint kezdtük előről. Mit mond az ige? És úgy képzeljétek el, hogy miközben mondtam neki, hogy de, meggyógyulhat. Mondtam neki, hogy csak tartsa csukva a másik szemét, és közben én mondtam neki, hogy de igen, Isten meggyógyíthat egyik napról a másikra, és egyszer csak azt láttam, hogy így a szemem, mint egy ilyen számítógépes programban, az a hályog a szeméről így eltűnt körülbelül egy ilyen fél másodperc alatt. És így nézett. Este 10-ig ott maradt és dicsérte az Urat. Eltűnt a hályog a szeméről. De amit látnunk kell, hogy nem úgy történt, amikor elmesélem ezt embereknek az utcán, ezt általában rövidített verzióba szoktam. Nincs ennyi időnk, hogy elmondjam, de azt mondta, hogy nem. De nem így történt, hogy oda mentünk, rátettük, fú, meggyógyult. Nem, miért? Mert nem hitte. És ha ő nem hiszi, te hiába hiszed. Az nem elég hozzá. De amikor eljutott oda, hogy ő is elkezdte azt hinni, hogy igen, végül is, Isten meggyógyíthat. Hó, és amikor már elhitte, akkor Isten tudott cselekedni. Amen. Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Hányan tapasztaltátok ezt? Páran jártok velünk evangélizálni, hogy néha az embereket rá kell venni, hogy higgyenek, rá kell venni, hogy fogadják el, és amikor eljutottál oda, hogy már így a szűrőn átmegy, hogy esetleg talán lehet róla szó, hogy mégis most meggyógyuljak, akkor meggyógyul. És ha nem jutunk el idáig, akkor sajnos hiába van ott Isten ereje, nem fog tudni meggyógyulni. De ez nem csak a gyógyulásra van így, hanem bármi, amire szükséged van. El kell, hogy higgyed, hogy ez meg tud történni. Amen. Amikor nagyon kevésszer hallottál olyat, hogy valaki is feltámasztott, hallottad hívő létére, akkor még egy kicsit lehet, hogy azt mondod, hogy túl kicsi a hitem, vagy ezért, vagy azért, vagy amazért nem hiszed el, hogy te ezt meg tudod tenni. De hogyha eleget hallod, hogy mit mond Isten igéje, és ha hívő vagy, tudjátok, mit jelent az, hogy hívő vagy. Hogy amikor megtudod, hogy Isten mit mond, akkor te azt mondod, hogy én akkor ezt hiszem. Nem vitatkozok. Hányan tudjátok, hogy lehet hinni olyan dolgokat, amit nem igazán értünk? Nem igazán értjük, hogy miért van úgy, vagy miért nincs úgy, de Isten ezt mondja, akkor én ezt elhiszem, elfogadom. Annak ellenére, hogy nem látom, biztos vagyok benne, hogy ez így van, mert Isten nem hazudik, Isten nem szórakozik velünk. Néha az ember gondolkodik, hogy imádkoztam, de nem kaptam meg, biztos Isten szórakozik velem, hogy na lássuk, meddig bírom. Nem, Isten nem szórakozik veled, Isten szeret téged. Az ördög szórakozik veled. Tudjátok, mivel szórakozik, megpróbálja visszatartani, és arra próbál rávenni, miközben visszatartja tőled az áldásokat, hogy add fel út közbe. Hagyd abba, ne higgyél tovább. És hányan tudjátok, hogy ha ő még minden erejét bevetve, épp hogy csak vissza tudja tartani, és te az utolsó pillanatban azt mondod, mikor már nem bírja tovább, és már kész van, és te azt mondod, hogy egyen fene, hagyjuk ezt az egészet, nem éri meg. Túl sok energiát fetszoltam bele, és hagyjuk. Akkor az ördög, azt hittem már sose adja fel. Ha nem adod fel, akkor el fog fáradni. Voltál már te is fáradt hitharcba? Gondolkodtam azon, sokszor volt ilyen, hogy olvastam a Bibliát, hogy Dávid harcolt, és egyik nap déltől másnap estig vágta az ellenséget. Hát ha belegondolsz, biztos látott mindenki ilyen háborús filmeket, hogy azért azt a harcot egyik naptól másnap hajnalig intenzíven űzni, azért az fárasztó lehet, nem? Biztosra lehetsz benne, hogy mikor végzett, akkor már a kardot nem bírta tartani a kezébe.
És biztos vagyok abban is, hogy lesznek hitharcaink, és el is fogunk fáradni néha. És egy dologra tudlak bátorítani, hogy ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy feladod, ne add fel. Mindegy, hogy az ördög mennyire próbálja visszatartani, értsd meg, hogy arra megy ki a játék, hogy te engedd el, mert ő nem tud megakadályozni, hogy bármit megszerezzél, csak hátráltatni tud. Hátráltatni. És a hátráltatásnak az a lényege, hogy útközben felad. És ha nem adod fel, hit és békességes tűrés által öröklöd, birtokba veszed az ígéretet. Amen. És szükséges hozzá. Tűrjél, ez se sikerült úgy, nem baj, tudom, hogy sikerülni fog, én hiszek benne, nem fogom feladni. Amen. Mehetünk egy kicsit tovább az igével? Ott tartottunk, hogy most már meg van világosítva a szellemünk szemei, és látjuk pontosan, hogy mi az, ami vár ránk. Látjuk pontosan, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek felette a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Halleluja. Ezen sokat tudnánk beszélni, de menjünk tovább. Jó? Hiszem, hogy értitek, és egy kicsit tovább fogunk menni, hogy titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Miről beszél? Hogy mi is egyszer halottak voltunk. Ebben a szellemi halál állapotában voltunk, de megelevenített bennünket is. És azt mondja, hogy akik, a hármas vers, hogy akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban cselekedvén a testnek és gondolatnak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. Mit mond az ige? Hogy mi, akik meg voltunk halva, halálba voltunk, megelevenített együtt a Krisztussal és kegyelemből. Ugye ez a meg nem érdemelt jó indulata, nagyon röviden fogalmazva Istennek ez a kegyelem, hogy nem érdemeltük meg, de ő mégis megtette az ő jóságából. És most figyeljetek, most nagyon jó dolgok jönnek tovább. Azt mondja, hogy és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Hányan tudjátok könnyen elképzelni Jézust, ahogy ott ül az Atya jobbján, teljes pompába, hatalommal, a mennyben mindenkinek a szeme ő rájuk szegeződik, és felnéz rá mindenki. Azt írja az ige, hogy ővel együtt feltámasztattunk, és ültettünk ővel együtt oda, ahova ő ült. Az a hatalom, az a dicsőség, amit ő kapott, ezt mi is kaptuk. És azt, ami ezzel jár, hogy ő oda ültetett, ezt mi is megkaptuk. Vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. És most figyelj, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Kicsit utána néztem ennek a szónak, aki már hallotta, biztos tudjátok, hogy ezek az idők, amit a mi Bibliánk itt időkben, hogy megmutassa a következendő időkben, ez a görög aion szóból ered. Beírtam ide a Bibliám hátuljába. Hányan tudjátok, hogy van ilyen jegyzetelni lehetőség így a Biblia hátuljába? Beírhatod az ehhez hasonló nagyszerű dolgokat, hogy értsed, hogy mit jelent. Ez az ion, a görög ion szónak van pár jelentése. Például ilyenek, hogy következendő időkben, nagyon hosszú idő, örökké valóság, világkorszak. Ez a világkorszakot vegyük, és mondjuk így nézzük meg, hogy mit mond az ige. Hogy megmutassa a következendő világkorszakokban az ő kegyelmének fenséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
Ha jól értem, itt Isten igéje azt mondja, hogy mivel elfogadtuk őt, ezért vele együtt meghaltunk, de vele együtt fel is támadtunk, és vele együtt ültettettünk mennyei helyekre, azért, hogy Isten meg tudja mutatni a következendő, a jövőben, a következendő világ korszakokban az ő kegyelme, fenséges gazdagságát, az ő meg nem érdemelt jó indulatát hozzánk a világ korszakokban, a Krisztus Jézusban. Ha Krisztus Jézusban maradsz, egész úton, amíg itt vagy a Földön, utána már biztos, hogy benne maradsz, akkor tudod, hogy mi az, ami Isten munkálkodik? Hogy megmutassa az ő kegyelmének fenséges gazdagságát. Ezt tudod, hogy mit jelent? Valaki már tapasztalt meg egy kicsit Isten kegyelméből itt a Földön? Tapasztaltad meg, hogy hú, ha az Úr kegyelme ne legyen ott, ki tudja, mi történt volna, de milyen jó az Úr kegyelme. Isten ezt tervezi folytatni. Ha mi készek vagyunk arra, hogy ezt elfogadjuk, Istennek ez a terve a világ korszakokra, hogy túlzás, hogy játszik velünk, de körülbelül így képzeld el, hogy ha van egy gyereked, és azt mondod, hogy na, ma elmegyünk egy különleges helyre. Például a gyerekek, főleg ha még kicsik, szeretik a játszóházakat, és tudjátok, hogy vannak ilyen egyszerű kis játszóház, és van kicsit komolyabb, és van olyan fullos, hogy leesik az állad, és akkor azt mondod, hogy ma szeretnélek egy különleges helyre elvinni. És nem csinált semmi különlegesen jót, csak a te jó indulatodból, a te nagy kegyelmedből, meg a szeretetedből, azt mondod neki, hogy ma valami különlegeset mutatok neked, és amikor kinyílik az ajtó, és meglátja a gyerek, hogy ennyi játék, meddig maradhatunk, apa? Egész nap. Amikor meglátja ezt, akkor dob egy hátast, és akkor másnap, vagy két hét múlva azt mondod, hogy fiam, megint szeretnélek egy más érdekes helyre elvinni. És ezt megint eljátszod, hogy egy még jobb helyre viszed. Hányan tudjátok, hogy nagyon hamar kifogynánk itt a Földön a lehetőségekből? Elviszed erre a jó helyre, arra, meg amarra, hiába egy fővárosban élünk, azért a lehetőségeink korlátozottak. De hányan tudjátok, hogy Isten, ő felülmúlhatatlan. És vannak még a tarsajában dolgok, amikkel le tud nyűgözni bennünket. Amivel például engem a leginkább lenyűgöz, az... Tudjátok, hogy van az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és ő megadja a szíved kívánságait. Valakinek mond valamit az ige? Halleluja. Gyönyörködj az Úrban, és ő megadja a szíved kívánságait. Én mindig meglepődök, amikor Isten megadja a szívem kívánságait. Például a tegnap is az egyik megtörtént, és alig vettem észre. Ugyanis a szíved kívánsága nem mindig az, amit te a leginkább szeretnél. Ezt hányan tudjátok, hányan tapasztaltátok, aki már megkapta a szíved kívánságát, ez tudja, hogy a szíved kívánsága nem mindig az, amire a leginkább vágysz, amit a leginkább szeretnél, az az elmét kívánsága lenne legfőjebb, de a szíved kívánsága az, amit Isten lát igazán, és sokszor te nem is vagy benne biztos, hogy ezt annyira akartad, de amikor megkaptad, akkor tudod biztosan, hogy ezt honnan tudta. De ő tudja. És például csak egyet hadd mondjak el, de Isten sorozatosan megtette ezt már nekem, és nagyon köszönöm neki, és tényleg gyönyörködöm benne, hogy azokat a dolgokat, amire igazán a szívemből vágytam, így mindig zsinórban megadja, aztán ő adja a kívánságokat a szívembe, azt is megadja. Legutoljára az volt, hogy most egy olyan házba költöztünk, sokan voltatok nálunk, ahol van ilyen parabola antenna. Megpróbáltuk rávenni, hogy működjön, nem sikerült. És tudjátok, sok jó keresztény adót is lehetne fogni ezekkel. És hát úgy szerettem volna ezeket nézni, és nem akart működni. És egyik testvérünk eljött, hogy na majd ő megnézi, és segít, és megcsinálja, és eljött, és nem tudta megcsinálni. És már mindegy, el is felejtettem. És a tegnap véletlenül belebotlottunk egy ilyen antenna szerelőbe, aki a szomszédba dolgozott, és egyszer csak mondtam, hogy hát nekünk is van ilyen problémánk, átmenjen utána. Mi jöjjön? Na, átjött, eltöltött egy kis időt, legombolt egy kis pénzt, és megoldotta. És mennek ezek a csatornák, és utána Szilvi mondja, hogy nem örülsz? És mondom, miért? Igazából annak nem örültem, hogy kicsit többet gombolt le, mint amit gondoltam, de annak nagyon örültem, és örülök most is, hogy végül is erre régóta vágytam, és különösebben nem gondolkodtam fel, nem csináltam semmit, és az Úr ezt is megadta. Ennél nagyobb dolgokat is adott már meg, de ennek is nagyon-nagyon örülök. És valahogy ez így működik, hogy ő megadja.
És ő lenyűgöz téged. És ez az, amit tervez velünk Isten, és erre nagyon jó, hogyha felkészülsz, hogy Isten minden nap le akar nyűgözni az ő kegyelmével. Hogy nem érdemel meg azt a jóságot, de ő el akar árasztani minden egyes nap az ő kegyelmével. Hányan hiszitek és tudjátok, hogy az ő kegyelme minden reggel megújul? Halleluja! Bármit csináltál este, reggel jön egy új adag kegyelem. Egy új adag jó indulat, meg nem érdemelt jó indulat Isten részéről az irányodba, és hogyha te ezt elfogadod, akkor a csodákban élhetsz minden nap, és Istennek a jó indulatában élhetsz minden nap, és ez az az ige, ami nagyon megfogott, és hiszem, hogy ez az az ige, amit az Úr ma küldött nekünk, hogy vele együtt, tehát minket, akik megvoltunk halva a vétket miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban azért, hogy megmutassa a következendő időkorszakokban, világkorszakokban az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Valaki kész erre? Uram, ha ennyire akarod, mutasd meg a kegyelmedet. Egyefene. Hadd jöjjön ez a kegyelem. Ha valaki már megtapasztalta a kegyelmet, biztos vagyok benne, hogy úgy vagy vele, hogy akkor ebből még többet, ebből még többet. Az is nagyon a szívemen van már egy ideje, hogy beszéljünk arról, hogy tudunk konkrétan több kegyelemre szert tenni. Hányan tudjátok, hogy a Bibliában voltak emberek, akik fölött ott volt Isten kegyelme igen nagy mértékben. Például csak egyet mondok, Dávid király, ugye mekkora volt Isten kegyelme? Hányszor került nagyon komoly élet-halál helyzetbe, és mindig Isten kihozta, és mindig nagy dolgokat tett, és Isten nagyon sokat segített neki egész életébe. És hányan tudjátok, hogy valahogy nem teljesen véletlen, hogy ez pont vele történt. Ugye? Ő se volt hibátlan, ő is követett el hibákat, tudjuk, hogy Betsábéval házasságtörést követett el, sőt, meg is ölte a férjét. Ez nem egy pitiáner dolog, amit azt mondhatnánk, hogy jó, egy kicsit elrontotta, nagyon elrontotta. És meg is lett ennek a következménye, mégis Isten azt mondja róla, hogy találtam szívem szerint való férfiút. És mégis lehet látni rajta Isten kegyelmét. De hányan tudjátok, hogy például Dávid többek között tisztelte az előjáróját, tisztelte a felkenteket, és azt mondta, amikor többször olyan helyzetbe került, hogy megölthette volna Saul királyt, hogy én nem emelem fel a kezemet Isten felkentje ellen. Ő nem akart magáért bosszút állni, hanem tisztelte azt a helyet, ahova Sault Isten helyezte. És hányan tudjátok, hogy valahogy nem teljesen véletlen, hogy ott volt ez a kegyelem fölötte. Hányan tudjátok, hogy nagyon sokat lehet tanulni például Dávid királytól, ahogyan ő élt, és azok az emberek, Eszter királyné, és többiek, akik fölött ott volt Isten hatalmas kegyelme. Szinte mindegyiktől tudunk tanulni valamit, hogy miért volt ez ott. És nagyon szeretném, hogyha az Úr megengedi, hogy egyszerre ezeket így megnézni, hogy tudjuk azt például, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig több kegyelmet ad. Amen. És hogyha megalázzuk magunkat Isten keze alatt, hányan tudjátok, hogy például ez is alázat, hogyha Isten meg akar áldani, akkor én azt mondom, hogy áldjon meg. Amen. És ugye tudjuk, hogy ezek az áldások ott indulnak, hogyha valaki esetleg először néz bennünket az interneten, vagy először hallgat, hogy elfogadni Jézust életed urának. És utána hányan tudjátok, hogy úgy folytatódik, hogy ha ő a te urad, akkor tedd meg azt, amit ő mond. Valaki hallotta már ezt az igét, hogy Jézus maga mondta, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok. Egyszer hallottam, hogy sokan hogy panaszkodnak emberek, hogy kereszténynek lenni unalmas. Az Isten tisztelet unalmas, dicsérni az Urat unalmas. A helyzet az, hogy aki azt mondja, hogy unalmas hívőnek lenni, unalmas Isten igéjét hallgatni, Isten igéjét járni, hitben járni, azzal egy apró probléma van, hogy nem cselekszi az igét. Ha már próbáltad, például beteg voltál, és nem egyet olyat ismerek közülünk, akit az ördög nagyon-nagyon el akar tenni láb alól, olyan betegséggel próbálkozott, és te hitben állsz, nem fogsz nagyon unatkozni.
amikor megértetted Isten igéből azokat az áldásokat, amit Isten oda akar adni neked, és te elfogadtad, és azt mondod, ez legyen az enyém, ahhoz, hogy ezt birtokba vedd, nem lesz egy unalmas utad, mert hitben kell álljál, meg kell bízál Istenbe. Olyan dolgokat fogsz tenni, hogy igazából bátornak kell legyél, és egy csomó mindennek meg kell történjen, nem fogsz unatkozni. Ha unatkozol, nagyon ajánlom, hogy nézzél körül, magadba. Hitben vagyok én valamivel kapcsolatban? Cselekszem azt, megteszem azt, amit Isten mondott nekem? Ha unatkozol, garantálom neked, hogy nem teszed meg. Garantálom neked, hogy nem cselekszed Isten igét. Ha valaki cselekszi Isten igét, nem lesz unalmas dicsérni az Urat. Én a legjobban akkor szeretem dicsérni az Urat, amikor a legnagyobb bajba vagyok. Valaki van ezzel még így? Amikor ma úgy teljesen a helyzet a fizikai síkon kilátástalannak tűnik, ó, köszönöm Uram a megoldást. Ugye hiszitek, hogy nem csak akkor tudjuk dicsérni Istent, amikor minden tökéletes, amikor a hegycsúcson vagyunk, hanem folyamatosan. És amikor megkaptuk, ugyanolyan jó, mint amikor hisszük, hogy meg fogjuk kapni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mára ennyit. Arra szeretnélek kérni, hogy álljunk fel, és azok kedvéért, ha bárki még nem tette volna meg ezt a döntést, nem kérte volna meg, hogy Jézus legyen az élete ura, ha nem fogadta el azt, amit Jézus tett érte, és biztos szeretne lenni abban, hogy amikor meghal, a mennybe fog kerülni, az atyához fog menni, akkor arra szeretnélek kérni, hogy egy rövid imát mondjunk el, kérjük meg Jézust, hogy legyen az életünk ura, és a megváltója. Halleluja. És egy rövid imát fogunk mondani, és sorról sorra fogunk haladni, és kérlek, hangosan mondjátok utánunk ezt az imát. Az ima így szól. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én igazságomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom, és legyél az én szabadítom. Jézus, te vagy az én Uram. Te vagy a megváltom, a gyógyítom, és a szabadítom. Köszönöm, Úr Jézusom, hogy örök életem van, hogy a te gyermekeddé lettem, és ha eljön az idő, biztosan hozzád megyek. A Jézus nevében. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja.